A Városi Tanítónapon a pedagógusokat Alszabó László alpolgármester és Nagy Péter diákpolgármester köszöntötték. A kitüntetettek között volt a Szabó Gyula alapiskolában 7 éve tanító, Kis Szilvia matematika-kémia szakos pedagógus is. Tehetséges gyermekeket készít fel a matematikai versenyekre. Számára a díj egyben elismerést és elvárást is jelent. Elismerik az ember munkáját azzal, hogy amit már letett az asztalra, ezt egy ilyen díjjal ismerik el. A másik, hogy innentől kezdve ez bizonyos kötelezettséget is jelent, tehát nem szabad alul teljesíteni innentől kezdve. Ugyanazt és még jobban kell tenni. Siker az, amikor egy gyengébb gyerek jó jegyet szerez. Siker az, amikor az ügyes gyerek egy matematika versenyt megnyer, vagy legalábbis jó helyezést ér el. És vannak ezek az apró, pici sikerek, amikor tényleg az ember azt látja, hogy valamit sikerült megtanítani a gyerekeknek. Második alkalommal díjazták a Halpiasztéri óvodában több mint 30 éve dolgozó Nagy Piroskát. Szerinte az óvodásokkal való foglalkozás az évek során nem változott, csak a gyermekek lettek mások. Egyéni hozzáállás az más, mert a gyerekek igényesebbek, másképp jönnek az óvodába, mert több az ismeretük a technológiáról. Úgy jönnek már, hogy a telefont tudják használni, számítógépet nagy részt tudják használni, és nekünk kell hozzájuk fölnőni. Minden nap örömmel megyek az óvodába. Minden nap várom az ők is örömüket, hogy tudjunk olyat átadni nekik, ami jóvá teszi a napjukat. És akkor, mikor valamilyen játék van, és még, mert ez most nagyon jó volt tanítónéni. 40 éves pedagógiai pályát tud maga mögött Kálmán Erzsébet, aki Ipolyságon kezdett, majd a Kodály Zoltán alapiskolába jött tanítani. A matematika-fizika szakos pedagógust Koméniusz emlékére megjutalmazták nyugállományba vonulása alkalmából. Nyugdíjasként azonban továbbra is kiveszi a részét az oktatásból. Megtiszteltetés a város részéről, hogy egyáltalán ilyen kitüntetéseket oszt, és örülök, hogy megérhettem, és még aktív pedagógusként megérhettem azt, hogy megkapom ezt a díjat. Sok nem értem mellett, ott vannak a sikerek, és jó az, amikor a visszatérő diákok azt mondják, hogy hát igen, szigorú volt, meg esett, sokat követel, de most érezzük azt, hogy igazán bementünk akár a gimnáziumnak az első évfolyamaiba, és hogy hoha, mennyi mindent tudtunk. A Dunaszerdahelyi Városi Tanítónapon 5 alapiskola, 3 óvoda és a Művészeti Alapiskola pedagógusai részesültek kitüntetésben.